éreztem, hogy vagy robbanás, hogy valamilyen. Így mozgott, szó szerint így járt az egész ház. Hétfőn hajnalban pontban 1:30 kora legtöbben így riadtak fel, ugyanis a Richter-féle skálán 4,1-es erősségű földrengés volt Heves közelében. Kigurottam az ágyból szó szerint, nagyon megijedtem egyébként, tehát ennyi. Amúgy, de ez nem sokáig tartott, egy ilyen 10 másodperces történet volt, és kész, ennyi. Utána aludtam tovább, úgyhogy ennyi volt. De elég veszélyes, tehát még emeleti lakásban lakom, és ott eléggé elkezdett, már bocsánat, dörögni, mert így az egész ház így mozgott, de nagyon. Nem tapasztaltam még ilyet, de nem is akarok többet. A legtöbben a morajlásra ébredtek fel. 1:30 körül, ugye, hát félig meddig fel voltam, ébren voltam, és mint megmozdult volna az ágy alatt. Az ajtó az úgy megzörrent, szobaajtó, úgy tehát meg hozzáfogtak ugatni. Volt, aki pont ébren volt a földrengés pillanatában. Csak éppen leültem a fekvőhelyemre, és akkor itt, hogy hívják, rengett is. Hé, mondom, mi van, miért jó, rengett, mert beremégtek az ablakok. Nem csak Hevesen, hanem a környező településeken, illetve Gyöngyösön és Egerben is lehetett érzékelni a földmozgást. A Richter-skála szerinti 4,1 erősségű földrengés volt ma hajnalban Heves megyében, Heves közelében. A Szeizmológiai Intézet által kiadott közlemény alapján 1:30 lehetett érzékelni a földmorajlást, nem csak Heves térségében, hanem itt Egerben is érezhette a lakosság. A Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Legutóbb Heves megyében június 23-án volt földrengés, akkor Tenken mindössze 2,3 erősségű.